Ha nagyon finom paradicsomszószt szeretnél magadnak készíteni tésztához, akkor vegyél egy üveges paradicsomot, ami ilyen 690 g-os körülbelül, vagy hogyha van neked saját eltett paradicsomod, az még jobb. Akkor ebbe tegyél egy picike sót, egy picike borsot, én egy nagyon pici köménymagot is szoktam beletenni, 3 evőkanál olívaolajat, és 2 vagy 3 gerezd fokhagymát. Én még szoktam beletenni az íze kedvéért egy fél csokor saját petrezselymet, vagy szárítottat, vagy frisset, és ezt addig kell főzni, amíg szépen a fokhagyma meg nem fő benne. Tehát egy lassú tűzön egy fél órát szerintem biztos kell főzni, és akkor én még szoktam beletenni ilyen nagyon pici paprikát, chili paprikát, ezt beleteszem még, és akkor ennyi a finom paradicsom szósznak a főzése. Jó étvágyat, szia!